Péter révén második alkalommal szerveztek családi napot, most is a gyerekek szórakoztatásán volt a hangsúly. Bozsóki Csilla és Balaska Beáta is a családjával érkezett. Nekik a légvár és az arcfestés tetszett a legjobban. A testvéremmel, még a anyukámmal, még a nővéremnek a kislányával érkeztem, és volt ez az arcfestés, és akkor azt is kipróbáltuk a barátnőmmel, és akkor volt ez a csúszdázás, és akkor előbb azt próbáltuk ki. Én a szüleimmel érkeztem, apukámmal, anyukámmal, a két tesómmal, meg ugye magam. Én is arcfestést és csúszdázást próbáltam ki. Györe István a feleségétől értesült a családi napról. Mint mondta, örömmel érkeztek az eseményre. A feleségem mondta az MSZ, hogy lesz egy ilyen a nagy családos házban, egy ilyen gyerekeknek ilyen családi nap. És hát akkor nem túl sok lehetőség van a faluba, akkor kihasználjuk ezt a kicsit, ami megadatik, hogy kicsit a gyerekek hagy élvezzék a vasárnap délután, ne otthon a szobába játszadozzanak, hanem kicsit kint a szabad időbe. Az eseményen a helyiek mellett több környékbeli család is részt vett. Kisrab Szilvia szerint a nap lényege, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, de a szülőknek is próbálnak kedveskedni ebéddel és élőzenével. A második családi napot szervezi meg az egyesület, körülbelül 80 fő, gyerekek fölnőttek egyaránt, a gyerekekre van összpontosítva légvár, lovaglás, kézműveskedés, különböző programok a gyerekeknek, az ebéd csirkepaprikás lesz káposztasalátával, a fölnőtteknek egy kis zene, táncolási lehetőség. A gyerekek ebédig kézműves foglalkozással és lovaglással foglalkozhattak, délután pedig bűvész szórakoztatta őket. A légvárral, a trambulinnal és a többi játékkal pedig egész nap játszhattak.